A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai adásunkban a méhészetről fogunk beszélgetni, vendégem pedig Kis Norbert, a Méhészek Fehér Megyei Egyesületének elnöke. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Méghozzá két különböző témánk lesz. Az egyik természetesen, mondhatom így sajnos, az idei időjárás, hogy a méhészeteket mennyire viselte meg, a sok egyéb más mellett. A másik pedig, hogy azért örömteli hírünk is van, hogy 12-től 14-ig három napon át a királyi napok keretében ismét lesz méhész találkozó, sok kiváló programmal. De evezzünk a mélyre egy kicsit. 2022 az aszályról, a szárazságról szól, a csapadék nélküliségről és sok-sok mindenről, ami nagyon-nagyon megnehezíti a méhészek dolgát is. Az agráriumokat megviseli, azt tudjuk jól, állattenyésztőket, növénytermesztőket egyaránt, de azt mondom, hogy a forróság a méhészekre is hat, illetve a méh családokra. Annál is inkább, mert hogy ugye emellett, hogy a forróság van, és számtalan növényi kultúra tönkrement idejében, azt hiszem, hogy a növekvő költségekről is kell, hogy szó essék. Kezdjük először az asszállyal. Mennyire viseli meg ez a méheket, illetve a méhész társadalmat? Sajnos azt kell mondanom, hogy már az idei évben is látszik a hatása, de a legnagyobb hatása ez jövőre fog meglátszani majd ennek az aszálynak. Ugye itt a megyénkben abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy körülbelül olyan júniustól mondhatjuk azt, hogy nagyon megviseli a méheket. Előtte azért nem volt annyira vészes, mi azért kaptunk tavasszal 150-180 mm csapadékot, az is elmarad a tavalyitól, aminek kellene lennie. De hálaiknek azért az akácig egy normális időjárásunk volt, azt mondhatom. Utána a facélia virágzásánál már láttuk, hogy az aszály most már hat. Keveset is adott a facélia, illetve hamar is elvirágzott. Utána a napraforgó pedig katasztrofális volt, ezt országosan is el lehet mondani. Még itt nálunk Dunántúlon valamennyit tudtak hordani a méhek a napraforgóról, de a Dunától keletre szinte semmi méz nem lett. Úgyhogy sajnos az országos átlag az borzalmas lesz a napraforgóból. Igen, hát ezt ugye tapasztaljuk mi is. Ez mennyire hat ki egyébként a méhekre, a méh családokra ez a forróság, azon felül, hogy nem tudnak gyűjteni? A forróság is megviseli őket, illetve most fokozottan kell figyelnünk a méheknek az itatására. Míg egy normál időben körülbelül egy hét alatt isznak meg egy olyan 120-150 litert, ez most idén három nap alatt általában elfogy, úgyhogy sűrűbben is kell kijárnunk a méhekhez. Így akkor ugye a költségeink is nőnek az üzemanyagok által, illetve a méhekre a virágpor szegénység hat nagyon. Ugye rengeteg mezei növény elszáradt, a napraforgó se tudott úgy virágport adni, és ez a téli telelő méhekre már hatással lesz sajnos, virágpor szegény lesz a telelő, és ez jövőre jelent majd nagyobb pusztulást, valószínűleg tavaszi pusztulás az jelentősebb lesz ezáltal. Annál is inkább fontos ez a kérdéskör, mert hogy az elmúlt időszakban tájékozottam, hogy az agrárgazdák a vetésekkel hogy állnak már, mint a következő éviben, és azt hallottam, hogy például repcét nagyon keveset vetnek, hiszen az kiemelten csapadékigényes növényi kultúra, ami azt hiszem befolyással lesz majd a méhészekre is. Igen, igen, ugye idén is már megyénkben körülbelül 10%-kal lett a kevesebb a repcevetés, mint a tavalyi. Ez várható ugye ezáltal, hogy a jövőre még csökkenni fog. Jobban rámennek a gabonára, ugye az ukrajnai helyzet miatt most ugye hát az kerül előtérbe. Ezt megértjük természetesen. Ugye az étolaj miatt meg ugye szükség van a repcére, napraforgóra, úgyhogy valamennyire azért számíthatunk rá, de sajnos nem sok jóval kecsegtet. Igen, de helyek közzel napraforgóra is ugyanez, mert bár mindenki azt mondja, tehát a kívülállók, hogy milyen szépek a napraforgó táblák, bár kicsi a fej, de azt nagyon is jól tudjuk, hogy nincs olajtartalma.
márpedig a méhekre óriási szükség van, hiszen a növényi kultúránk túlnyomó többségét a méhek porozzák be, mint tudjuk. Igen, a napraforgónál már egyre több azért a hibrid önporzó napraforgó, aminél a méhek még virágport se tudnak sajnos gyűjteni. Maga az illat, meg ugye a látvány oda vonza őket, és leragadnak azokon a táblákon, ez se jó annyira, ugye nem tudnak se nektár gyűjteni, se virágport, lassan állnak tovább másik táblára, de egyre több a hibrid napraforgóvetés. No, hát a méhekről majd később még esik szó, de most nézzük a méhészek helyzetét. Óriási költségnövekedéssel kell megbirkóznitok, én azt gondolom. Kezdjük itt sorban, hiszen akár a rezsihelyzet is befolyásolhatja a piacot, de ezt kicsit később, de most nézzük azokat a költségeket, amelyek abszolút megnehezítették a dolgotokat már az idén is. Az üveg, nagyon sok méhész most már egyre jobban ráfordul az üvegezett mennyiségnek az eladására. Az üveg ára is jelentősen nőtt, ugye az ukrajnai helyzetnek is betekinthető, a rezsinövekedéseknek is betekinthető ez. 34%-nál járunk eddig az üveg ára emelkedésénél. A tető, lapka, az viszont több mint a duplájára nőtt. A matricák, stb. Ugye a papírnyomdai költségek is jelentősen nőttek, az már tavaly is elkezdett nőni, de az idén még hatványozottabban nőtt. A faanyagunknak az ára rendkívül megugrott, míg tavaly előtt egy kaptár, egy félkeretes rakodó kaptár 14 ezer forint volt, ez most körülbelül 30 ezer forintért árulnak egy ilyen komplett kaptárt, a fekvő kaptárak pedig még drágábbak, ugye több faanyag kell beléjük. Ugyanakkor az is problémát jelent, hogy értelemszerűen a növekvő költség mellett az árak nem nőhetnek, hiszen ha úgy tetszik, akkor a méz már megfizethetetlen lenne. Ezzel hogyan lehet megbirkózni? Hiszen nyilván van raktárkészlet, ami annyiba kerül, amennyibe, de a következő időszakban az óhatatlan is megnövekvő költségek miatt a méz árának is drágulnia kéne, és eddig ez nem így történt. Próbálunk emelni. Tavaly, személy szerint én is tavaly óta emeltem, körülbelül 10%-ot emelkedett az üvegezett méznek az ára. Ez betudható annak is, hogy tavaly az akácméznek az ára például 2400-2500 forint volt kilósan, az majdhogy nem extrém magasnak számít, de ugye a költségeinket, kiadásainkat nézve az volt egy normál ár. Most ez idén jelentősen egyelőre visszaesés történt ebben. Próbáljuk növelni az árakat, de hát ugye nem alap élelmiszer a méz, úgyhogy ha majd válság, akkor valószínű az emberek egy kicsit vissza fognak venni a kiadásokból. Nagyjából erre számítunk, ezáltal nem merünk nagyon jobban árat emelni. Világos, annál is inkább, egyre inkább terjed, tetszik, nem tetszik, és nem mondjuk ki a nevét értelemszerűen, de a nagy áruházláncok sem tettek le arról, hogy a kétes eredetű akárhonnét érkező mézet, ami sárga és úgy néz ki, de nem méz, azért ebben megegyezhetünk, mert azt olcsón tudják, olcsón jutnak hozzá, elsősorban kínai eredetű, ugye ez már elterjedt, de most már Európában is így van. Igen. A Méhészek Egyesülete, az országos, tehát Bros Péter irányította egyesület, mit tud ennek érdekében tenni, hogy ez eltűnjön a polcokról? A mintázás sűrűsége az megnövekedett, egyre többet vesznek le a polcokról mintázni mézeket. Az egyik kiszerelő, nagy kiszerelő itthon idén most már harmadszor bukott meg, nem úgymond hamis mézzel, csak nem az a fajta méz volt az üvegben, ami rá volt írva a címkére, hanem egy jelentősen kisebb. Egy országosan is ismert méhészmester volt, akire én azt mondom, hogy hosszú ideig az egész méhésztársadalom felnézett, aztán most gyorsan kiderült, hogy ez sajnos ámítás volt az egész. Igen, az akác üvegbe facélia méz volt. Ami árba ugye nem ugyanaz a kettő. Korán sem. Hát nyilvánvaló, hogy a mézre szükségünk van, ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy el lehessen adni, hiszen bár Fejér megye jól áll a méhészek számát, illetve a méh családokat tekintve is, de nyilvánvaló, hogy ez sokakat elriaszt a mostani időszak. Tapasztaltad már, hogy egyre többen adják fel? Az idei létszám az egyesületnél egyelőre vissza elmarad a tavalyitól, körülbelül 60 fővel vagyunk kevesebben, akik bejelentkeztek az egyesülethez.
így ezáltal már egy jelentősebb visszaesésnek 12% körülbelül, amivel kevesebb így ezáltal az Egyesületnek a tagsága. Ez várhatóan még jövőre csökkenni fog. Hát nehéz megfogalmazni pozitív gondolatokat ennek tükrében, de én azt gondolom, hogy természetesen továbbra is számíthatunk a Méhészek Egyesületére, a méhekre és a méhészre, méh plusz ész, a méhész, tudjuk ezt már régről. Igen. De hát azért vannak jó hírek is, ahogy elkezdtük ezt a beszélgetést, hiszen 12-től 3 napon át péntektől mézünnep lesz a belvárosban, illetve az Országzászló téren. Na nézzük ezeket sorba, hiszen lesz mézvásár, mézkóstolás, előadások, Fejér megyei méhészek termelők részvételével, mézlovagrend felvonulás, mézlovagavatás, interaktív játszóház, zümmögő címmel. Kezdjük az elején. Hogyan sikerült ismét, hogy otthont adhattok ennek a nagyszerű rendezvénynek? Sikerült találnunk egy nagyszerű segítséget, aki a királyi napok szervezésében is részt vesz, és ő általa sikerült bejutnunk úgymond így a királyi napok rendezvényre, a nyitó hétvégére ráadásul. Míg az Icsiligetben ugye egy családi nap lesz, a szombati nap, így akkor így közösen egymáshoz majd családokat is átküldik majd ide hozzánk mézet kóstolni, illetve lesznek majd ugye az interaktív játékok gyerekeknek, és akkor mi is ugye küldjük a családosokat oda játszani a programokra. Úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönjük ezt a segítséget, és a háláinknek most már a polgármester úr Cserpalkovics András is részt vesz a rendezvényen, mint támogató is, és mint köszöntő is. A vasárnapi mézlovagavatáson ő lesz az egyik köszöntő. Igen, beszéljünk egy kicsit a mézlovagavatásról, hiszen a mézlovagrendek egyre inkább fontos szerepet játszanak az egyesületek életében is. A népszerűsítése a mézkirálynővel együtt azt hiszem, hogy ez egy fontos történet, ugye már nálunk is van, Lódi József nemrégiben volt vendégem, tehát ez fontos pillanat volt a Szent István mézlovagrend megszületése. Ugyanakkor ugye a polgármester úrról esett szó, viszont itt lesz Bros Péter, az országos elnök. Azt hiszem, hogy ez egy fontos pillanat, természetesen veletek együtt, Lódi József és Kis Norberttel együtt. Ez ugye 10 óra 50-kor lesz vasárnap, de ez egy fontos pillanat, hiszen előtte felvonulás. Igen, igen, igen. Beszéljünk egy kicsit a felvonulásról, mert ez mindig különleges esemény. Igen, igen. 14 mézlovagrend jelzett vissza eddig, akik részt vesznek majd. Úgyhogy körülbelül olyan 50-60 mézlovagra számítunk. Teszünk egy nagy kört a főutcán, közben mézet osztunk majd. Saját logós kis napraforgó mézet, ugye a Fejér megyéhez leginkább a napraforgó kapcsolódik, így ezáltal a napraforgó mézre esett a választásunk. És ezzel próbáljuk fölhívni az emberek figyelmét, hogy kóstolják meg, milyen az igazi termelői méz, és ha ízlik, akkor ott a vásáron meg is találnak minket. Gondolom, hogy Bros Péter jelenléte is egy kicsit, ha úgy tetszik, megdobja ezt a rendezvényt. Mit várhatunk tőle, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy karakánul fogalmazza meg mindig a gondokat és az örömöket egyaránt. Igen, igen, Péter régi jó barátom, és igen, heves természettel tud jót is, rosszat is, mind a kettőre igyekszik fölhívni a figyelmet. Bízom benne, hogy a jó kerül majd előtérbe, és Varga Imre István is a NAK-tól, ő is részt fog venni majd a rendezvényen, úgyhogy a NAK is támogatónk, és ezúttal azt is köszönjük szépen, és a Bros Péter mézlovag is egyébként, a Kaposvári mézlovagrendnek a tagja, és a fölvonuláson ő is részt vesz majd. Egy pillanat mielőtt tovább rennek, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarában a Méhészek Egyesülete milyen helyet foglal el, hiszen tudjuk, hogy ott azért az elsődleges a szántóföldi növénytermesztők, illetve az állattenyésztők, ennek ellenére egyre inkább kicsúcsosodik, hogy igenis szükség van a Méhészek Egyesületére is. Sikerül-e közös nevezőre jutni bizonyos kérdésekben, hiszen ez egy fontos? Próbálunk, az Imrével nagyon sokat beszélünk, személyesen is és telefonon is, és eddig mindig úgy volt, hogy tudtunk azért közös nevezőre jutni a dolgokba. Ő is szokott segítséget kérni, természetesen mi méhészek is tudunk segítséget kérni az Agrárkamarától, és általában pozitív visszajelzéssel.
Igen, ahogy pozitív visszajelzés érkezik a mézlovagrendről is, én azt hiszem, hogy ahogy országban, ahogy már említettem röviden, de milyen kapcsolatban van az Egyesület a mézlovagrenddel? Tudom, hogy jó néhányan mézlovagok is vagytok értelemszerűen, de ők is egy fontos szerepet játszanak. Igen. Az Egyesületünknek a 11 vezetőségi tagjából 9-en vagyunk mézlovagok, ha jól emlékszem. 18-an vagyunk most jelenleg mézlovagok egyébként a Szent István mézlovagrendben. Ez most egy fővel fog nőni majd 14-én. És még egy szokatlan történet, mészszentelő szentmise lesz a ciszterci templomban, méghozzá vasárnap délben. Azt hiszem, hogy ez megerősítése a mindennapi munkátoknak. Igen. Általában ilyen mézlovagos rendezvénynél azért a többségénél szokott lenni szentmise. Idén ez lesz nekünk a harmadik szentelő mise, ha jól emlékszem, ahol a Fejér megyei termelők tudnak mézet küldeni a szentelésre. Köszönjük az egyház közreműködését is ebben. No, és akkor nyilván ez az unnap utána jönnek a dolgos hétköznapok, és még egyszer erősítsük meg, hogy mit vártok ettől az esztendőtől, hiszen a középtávú előrejelzések továbbra sem adnak pozitívumot. Próbálunk kitartani, ugye most már hivatásnak mondhatjuk úgymond a méhészkedést. Nagyon sokan szeretetből csináljuk most már, és nem a nagyobb megélhetés reményében, hanem sajnos most már azt kell mondani, hogy egy átlagkereset alatt vagyunk megélhetés szintjén, de próbálunk kitartani, és próbáljuk ezt szívvel, lélekkel folytatni. Tehát azzal, hogy nyilván az akácméz az továbbra is a mi kedvencünk marad, a vegyes virágméz nem különben. Egyébként jönnek majd új lehetőségek, miként látod? Most, hogy például a repce eltűnik, legalábbis Fejér megyében egy bizonyos százalékban lesz csak. Igen, az országos szinten is csökkenni fog várhatóan a repcének a vetése. Bízunk benne, hogy ráfordulnak majd a termelők más növénykultúrákra, a facéliára, például ugye Veszprém megyében, Győrmoson, Sopron megyében jó nagy táblákat látunk facéliából, bíborheréből. Bízunk benne, hogy a megyében is elkezdik ezeket használni, ugye zöldrágyának, stb. Bízunk benne, hogy és akkor ez is egy plusz. És ugye ehhez az kell, hogy ezt megismertetni a fogyasztókkal is. Így van. Már vannak egyébként kialakult tervek, hogy olyan akciók szülessenek, mint amit az elmúlt esztendőkben is folyamatosan tanúi lehettünk, hogy a mézfogyasztást erősíteni az iskolákban, és ez nyilván a felnőttekhez is eljut. Bízunk benne, hogy idén a Covid nem szól közbe, és végre meg tudjuk tartani a mézes reggelinket. Ezen is tudjuk ugye kóstoltatni a különlegesebb vagy újabb mézfajtákat, amit eddig talán nem kóstoltak a gyerekek. Szelit gesztenye, vadgesztenye, facélia, hárs, nagyon sok fajtánk van, amit sokan nem is ismernek, vagy nem is ettek még. No, hát én bizakodó vagyok, független attól, hogy az időjárás nem változik, mint tudjuk. Én köszönöm szépen, és azt ígérhetem neked is természetesen, és az Egyesület valamennyi tagjának, hogy valamennyi rendezvényen ott leszünk, és beszámolunk erről, hiszen ne feledjük, hogy a méz azért a mindennapokban is nagyon-nagyon fontos nekünk. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, Kis Norbert, a Méhészek Fejér megyei Egyesületének elnöke volt a vendégem. Arról beszélgettünk, hogy milyen nehézségeket okozott a méhész társadalomnak itt Fejér megyében és az országban a különleges időjárás, illetve az árnövekedés, amit értelemszerűen az orosz-ukrán háborúnak is köszönhettünk, a hozzátartozó különböző fontos árnövekedés. És hát arról is szó esett, hogy 12-től 14-ig a belvárosban lesznek méhésznapok, méznapok, ahova várjuk Önöket nagy tisztelettel. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.